az Unusual Ledger-be mutatja Lederer Gusztávot. Lederer Gusztáv Pozsonyban született, valamikor az 1800-as évek végén. Apja szabó volt, ő maga pedig hivatalnok szeretett volna lenni, de az első világháború kitörése megváltoztatott mindent. Gusztáv önként jelentkezett a seregbe, ahol élelmezési tisztként dolgozott több éven keresztül. A hátországban tevékenykedett hadtáposként, ezért szinte biztos, hogy a harcokban vagy a fronton egyáltalán nem teljesített szolgálatot. Annál többet szorgoskodott, viszont az ellátmány bevásárlásakor a korabeli források megegyeznek abban, hogy már akkor is enyveskezű volt. Amit lehetett, ellopott, és elcsalt a hadsereg pénzéből. A háború alatt Gusztáv megismerkedett egy pozsonyi kávéházban későbbi feleségével, Schwarz Máriával, becenevén Mici, aki ebben az időben kasszírnőként, kávéházi pincérnőként dolgozott. A nőnek már ebben az időben kétes híre volt. Ráadásul azt híresztelte magáról, hogy gazdag származású, de 1918-ban kötött esküvő után hamar kiderült, hogy egy stájerországi vasúti baktárlánya. Lederer Gusztáv vérszomjas természete a tanácsköztársaság bukását követő fehér terrorban ütközött kilátványosan. Miután a csehek bevonultak Pozsonyba, feleségével Szegedre költöztek, és a főhadnagy Gusztáv csatlakozott az 1919. májusában szerveződő prónai különítményhez. Eleinte csendes, szelíd fiatalemberként viselkedett, még focizni is eljárt egy egyesületbe, de hamarosan aktív részvevője lett a különítmény tagjai által kiprovokált verekedéseknek, atrocitásoknak. 1919 nyarán aztán elkezdődtek Szegeden a gyilkosságok. Először a Bozarkány-szigetnél találtak rá, Atonic Vlagyimir orosz katona borzalmasan összevagdalt hullájára, majd néhány nappal később a Röszkei úton fedeztek fel két iszonyatosan megcsonkított holttestet. A következő napokban pedig a Tiszából kerültek elő összeszurkált áldozatok. A köznyelv drótos hulláknak nevezte el a halottakat, mert a kezüket és a lábukat drótokkal kötözték össze. A megindított nyomozásokat minden esetben egy-két nappal, de volt, hogy egy-két órával később a különítményesekkel szimpatizáló felsőbb körök nyomására leállították. Hivatalosan soha nem derült ki, hogy Lederer Gusztávnak milyen szerepe volt a gyilkosságokban, de beszédes, hogy szakasztársai főúsztatónak nevezték. A tanácsköztársaság 1919. augusztus 1-én bekövetkezett bukása után három nappal a prónai különítmény egy héttagú szakasza Bene Ledererrel szatymazik hatolt előre a vasúti hajtányokon és megkezdte véres tevékenységét. Fogtak mindenkit, akit kommunista barátnak tartottak, és rögtön ítélő vérbíróságként ki is végezték. Az áldozatok hozzátartozói szerint Gusztáv különösen élen járt a kegyetlenkedésben, Szatymazon négy embert akasztottak fel a vasútállomás fűzfáira, másnap pedig Sándor falván folytatták ugyanezeket a borzalmakat. Az első világháborút követő Magyarország sötét évei voltak ezek, melyekben a Lederer Gusztáv nevű szörnyetek büntetlenül öldökölhetett és rabolhatott, mert azt mindig észben tartotta, hogy a vérgőzős idők alatt olyanokra is rámutasson azzal, hogy kommunista, akinek a vagyonára így rátehette a kezét. A források szerint 1919. augusztusában nagyjából 300 ezer katonát érő árut és értéktárgyat rabolt el Marcaliból. Lederer Gusztávot 1920 elején Budapestre vezényelték a Nádor laktanyába, és tagja lett a magyar királyi elsőszegedi vadászászlóajnak, de ez nem gátolta abban, hogy a társaival további gyilkosságokat kövessen el az országban. 1920. augusztus 18-án 11 társával érkezett Dunaföldvárra, ahol Kovács Józsefet, a központi koronaszálló tulajdonosát akasztotta fel a férfi saját udvarán az eperfájára, minek utána a hotel értéktárgyai és vérbíróság tulajdonába vándoroltak. Ezt követően Kecelen, Előszálláson és Bölcskén is folytatta az öldöklést, ott volt a Tahiban történt kivégzéseknél, és tagja volt azoknak, akik Orgoványnál gyilkoltak le 64 embert. Utólag is megállapíthatjuk, hogy a kegyetlensége és vérszomja nem ismert határokat. Minden lehetőséget megragadott, hogy embert öljön, ez történt Kecskeméten is, ahova megérkezvén különítményével a már elítélt és börtönbe vetett kommunista foglyokat kihurcolta a fogház épülete elé, majd borzalmas kínzások közepette ki végezte őket.
Hosszasan lehetne még sorolni Lederer Gusztáv tetteit a fehér terror idejéből, de ő véres politikai tisztogatás lezárását követően sem volt képes leállni. Az általa elkövetett gyilkosságok kronológiai áttekintése után megalapíthatjuk, hogy vélelmezhetően nem a háború és az azt követő brutális évek hívták életre a szörnyeteget. Sokkal valószínűbb, hogy ez az időszak csak megfelelő körülményeket teremtett egy kegyetlen gyilkosnak, hogy úgymond feltűnés nélkül öldökölhessen. Miután 1921. augusztusában Lederer főhadnagyként leszerelt a nemzeti hadseregből, csendőrtisztként szolgált tovább. Állomás helye 1925-ben Csepelen, a Weiss-Manfred lőszergyár területén lévő csendőrparancsnokságon volt, ahol tiszti szállást is biztosítottak az állomány tagjainak. A Lederer házaspár azonban Budán lakott a Tölgyfa utcában. Bizony nem szabad megfeledkeznünk Gusztáv feleségéről sem. A később lefolytatott nyomozás kiterítette, hogy mindenben partnere volt a férjének. A házaspár ugyanis valószínűleg már a saját esküvőjén megkezdte az emberek eltüntetését. Mici korábban ugyanis szeretője volt egy öreg bécsi kereskedőnek, aki hivatalos volt a menyegzőre, de valamilyen oknál fogva eltűnt a lakodalomról, és soha többé nem látta senki. A Kodálka Ferenc meggyilkolását követő nyomozás feltárta, hogy a Lederer házaspárnak köze lehetett az 1921-ben lágymányosan talált feldarabolt hullához, Reisman zongoragyáros halálához, valamint Boros István bútorgyári munkavezető meggyilkolásához. A Boros ügy kapcsán a rendőrség megállapította, hogy a férfi 1922-ben megismerkedett egy szőkehajú szép nővel, akivel szerelmi kalandba bocsátkozott. A barátainak megemlítette, hogy a nő Budán lakik, és a férje katonatiszt. Az eltűnését megelőző napon pénzt vett magához, majd egy tanú elmondása szerint éjfélkor a Margit híd mellett lévő Tölgyfa utcába vitette magát egy egyfogatú bérkocsival. A hulláját lágymányosan találták meg, egy Dunába álló uszályhoz kötözve. A nyomozást végző rendőrök eljutottak ugyan Ledererig, de a katonai ügyészség nem engedte a polgári hatóságoknak, hogy egy háborús hőshöz nyúljanak. Kodálka Ferenc 50 év körüli hentesmester volt, aki a Soroksári úton lakott egy 7 szobás, fényűző gazdagsággal berendezett polgári lakásban. Rendkívül tehetős volt, és tucatnyi hentes bolt, valamint számos vágóhí tulajdonosaként azt is megtehette, hogy élete delén már inkább alkoholfogyasztásával és nők hajkurászásával töltse az idejét. Tekintettel arra, hogy az ő cégei szállították az ételt a katonai menzára, Lederer Gusztáv hamarosan felfigyelt a hatalmas testű hentesre. Miután feleségével megtudták, hogy a szép nők gyengéi, Mici megkörnyékezte, és Kodálka Ferenc hamarosan állandó vendég lett a Tölgyfa utcában. Nem kellett sokat várni, és az üzlet megköttetett. Lederer egy igen jelentős összeg fejében heti egy alkalommal átengedte a feleségét a hentesnek, melynek következtében Gusztáv szórhatta a pénzt a tisztársaival tartott dorbézolások során. Mondanom sem kell, hogy 1924-re a fehér terror idején összeharácsolt vagyonnak nagy része elfolyt a nagyvilági életet élő Lederer házaspár kasszájából. Kapóra jött nekik Kodálka Ferenc kiapatadatlan pénztárcája, és elhatározták, hogy elszedik a pénzét, aztán pedig megölik. Mici első körben egy életbiztosítás megkötésére próbálta rávenni Kodálkát, melynek ő lett volna a kedvezményesetje. A hentes ráállt a dologra, mert nem számított neki a pénz, és úgy érezte, hogy ennyivel még tartozik is a nőnek az együtt töltött órákért. Ez azonban nem volt elég. Főleg azért nem, mert Lederer időközben tetemes adósságot halmozott fel, és minél hamarabb szüksége volt a pénzre. A biztosítás kifizetése a kedvezményezett részére, a biztosított halála után már akkor is hosszadalmas folyamat volt, amire a hitelezők miatt nem volt elég idejük, ezért a kegyetlen pár új tervet eszelt ki. Beadták Kodálkának, hogy egy amerikai üzletember ingatlant akart vásárolni Budán, ezért gyorsan szüksége van 100 millió korona körüli készpénzre, melyet a dollárutalás megérkezése után 10-15%-os haszonnal adna vissza. Kodálka ráállt az üzletre, és 1924. december 21-én 70 millió koronával a zsebében a Tölgyfa utcával vacsorázott Gusztávval és Micivel. Este 11 körül az italába csempészett ópiumtól elálmosodott, majd ahogy később beszámolt róla kedvenc trafikosának, Reiner Mátyásnénak, különös hangulatba került és lefordult a székről. Később arra ébredt, hogy a lábai össze voltak kötözve, a jobb csuklóján pedig hatalmas fehér kötés égtelenkedett. Mint látható, a Lederer tervébe hiba csúszott, ugyanis Kodálka hatalmas kövér teste hamar feldolgozta az ópiumot és felébredt, mikor megpróbálták elvágni az ütőerét. A házaspár ekkor valószínűleg úgy döntött, hogy eláll a gyilkosságtól, és Mici gyorsan azt hazudta hentesnek, hogy ájultával levert egy poharat, ami szétvágta a kezét. Több
mint 90 év távlatából is hihetetlen, hogy Kodálka bevette ezt a történetet, és ugyanúgy folytatta a kapcsolatát Lédererékkel, mint korábban. Az egykori főhadnagynak azonban vészesen fogyott az ideje, ezért nem akart várni sokáig. 1925. január 6-án még egy kamu találkozót is megszervezett az amerikai üzletember és a hentes között, mely azonban elmaradt, mert Kodálka pár percet késett a megbeszélésről. 1925. január 7-én aztán megtörtént az, amiről később évekig suttogtak Budapesten. Lederer ezúttal nem akart semmit a véletlenre bízni. Napközben a csendőrség Csepeli telepén próbalövést végzett Frommer típusú fegyverével, hazafele pedig Luke követ vásárolt, hogy a vérnyomokat legyen mivel eltüntetnie. Este, amikor Kodálka Ferenc megérkezett, hogy szokásos légyottjára sort kerítse Micivel, Gusztáv megpróbálta elkérni tőle a dollárüzlet miatt nála tartott 70 millió koronát. A hentes azonban nem volt hajlandó átadni a pénzt, sokkal inkább a feleséggel töltendő éjszaka érdekelte. Lederer erre megzsarolta, hogy ha nem fizet, akkor országvilágnak elmondja, hogy ők ketten homoszexuális viszonyt folytatnak. A források szerint ekkor Kodálka rosszul lett és elájult. Gusztáv pedig közvetlen közelről fejbe lőtte. Ezt követően Lederer feldarabolta húsvágó bárddal és konyhakéssel a hentes testét 22 különálló részre, melyek közül néhányat meg is nyúzott, hogy azok állati tetemdaraboknak tűnjenek, ha esetleg megtalálnák. A kifolyó vért a felesége fogta fel egy lavorban, majd a nyomokat is ő tüntette el a lókkővel. A borzalmas gyilkosság után a testrészeket bőröndökbe tették, és a Duna partra indultak, hogy a folyóba dobják azokat. Mivel Lederernek a csendőrség miatt volt bejárása a Weiss-Manfred telepre, a bőröndöket ott ejtették vízbe a sötétben. Azzal azonban nem számoltak, hogy a telep éjjeli őre az öreg Gricsák Pál észrevette őket, és kérdezősködni kezdett a gyanús viselkedésük miatt. Lederer azt hazudta, hogy a bőröndökben Franci nevű kis kutyájuk teteme van, és azért hozták ide, mert délelőtt elütötték a vágóhídnál. Az öreget azonban nem ejtették a feje lágyára, a helyszínre visszamenve szövetdarabokat és vérnyomokat talált, melyek nem származhattak kutyától. Ezért a közeli rendőrőrsön többször is bejelentést tett január 8-án. A rendőrök nem hittek a vékony görbetestű öregnek, és elzavarták, azonban egy jelentést a biztonság kedvéért beküldtek a főkapitányságra. Még ugyanez a nap délutánján Janjuk József rendőri kézbesítő a Gubacsi híd alatt megtalálta a vízen lebegő húsdarabokat, a testrészek nem minden helyen voltak megnyúzva, és a rendőrök még egy látszó jellegzetes tetoválás alapján hamar azonosították Kodálka Ferencet. Ez, valamint a főkapitányságra küldött jelentés már alapos indok volt egy házkutatáshoz. A nyomozók a Tölgyfa utcai lakásban megtalálták a véres bőröndöket, a daraboláshoz használt szerszámokat és Kodálka Ferenc testének további darabjait. 1925. január 10-én Lederer Gusztávot, a hírhet főhadnagyot őrizetbe vették. A nyomozás nagyon rövid ideig tartott, a bizonyítékok egyértelműek voltak, ráadásul Lederer testvére Sándor kihallgatása során elmondta, hogy a gyilkosság éjszakáján Mici átadott 65 millió koronát, és elmondta neki, hogy megölték Kodálka Ferencet. Novák István, a Tölgyfa utcai ház tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy a gyilkosság feltételezett idején tompa puffanásokat, fűrészelés és bútormozgatás hangjait hallotta a Lédereréktől. Novák szerint ráadásul nem ez volt az első ilyen alkalom, könnyen előfordulhatott, hogy a gyilkos házas pár másokat is eltett ezzel a módszerrel láb alól. A hentes brutális meggyilkolása hatalmas közfelháborodást keltett, ráadásul 1925-re megerősödtek azok a hangok, amik a fehér terror idején elkövetett bűncselekmények számonkérését sürgették. Ennek megfelelően a politikai elit és a csendőrség nem tudta és nem akarta tovább védeni az egykori katonáját, és levette róla a kezeit. Mici, aki abban bízott, hogy nemzeti hadsereg főhadnagyát, a csendőrtisztet nem bánthatják, ezek után összetört és bevallott mindent. Gusztáv saját maga is abban bízhatott egy ideig, hogy az ellenforradalmi rendszer megszilárdításaiban szerzett érdemeit elismerik majd, de a rendőrségi meghallgatásán maga Prónai Pál is azt nyilatkozta már, hogy Lederer megbízhatatlan és erkölcstelen személy volt, akit szabálytalanságok miatt elbocsátottak. Lederer Gusztávot 1925. májusában kötél általi halálra ítélték. A sötét lelkű gyilkos elfogadta a döntést, csak azért fellebbezett, hogy kötél helyett golyó legyen a veszte. Horthy azonban hallani sem akart erről, és rablógyilkosnak titulálta a főhadnagyot. A kivégzésre 1925. augusztusában került sor. Schwartz Mici pedig 25 évet kapott. A híresztelések szerint Schwartz Mici szabadulása után virágot árult az MK-nél,
és pénzért mutogatta magát azokban a kávéházakban, melyekben a gyilkosságról íródott kuplét énekelték esténként. A fáma szerint az asszony 1982-ben halt meg a Tölgyfó utcai lakásban, melyben az 50-es években sikerült visszaköltöznie. A 90 évvel ezelőtti nyomozás során Kodálka Ferenc feje nem került elő, és máig tartja magát a legenda, hogy Mici a kifőzött, ékszerekkel és pénzzel teli koponyát egy óska kép mögött tartotta, egy falba vájt szívben. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is. Ne hagyjátok ki a jövő hét kérdésem. Nézzetek rá az új weboldalunkra, ami www.anyuzsollazsőr.com. Mentsétek el valahova, mert sok újdonsággal jövünk majd. Lesz fórum is, meg majd a könyvem is elérhető lesz ott blog formában. Ha tetszik, amit hallotok, iratkozzatok fel a YouTube-on, és kövessetek be minden közösségi médián, hogy ne maradjatok le semmiről.